Amikor Sándorral beszéltünk arról, hogy ma reggel egy rövid nyitó beszédet tartsak ezen a rendezvényen, akkor azt javasolta, hogy legyen az előadás címe az, hogy képalkotás. Én, mint HP-s is megriadok az ilyesmitől. Én nem tudok 25 percet beszélni a nyomtatókról, és nem is vagyok benne biztos, hogy igazából kell az, hogy én itt 25 percet beszéljek a nyomtatókról. Úgyhogy egy picit más értelmet adtam ennek a címnek, illeszkedve ahhoz, amit a Tímea már elmondott. Egy picit a képalkotást abból az irányból közelítem, hogy egy képet rajzoljak arról, hogy miben vagyunk most, és körülbelül milyen trendeket látunk előre nézve. A kép a nyitóképen valahol utal is erre. Amiről beszélni fogok, az bizonyos értelemben egy tükör is, amit magunknak tartunk, hiszen amikor trendekről beszélünk, akkor nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy valami olyasmire gondolunk, ami másokkal történik. Ezek mi vagyunk, tehát minden, amiről beszélni fogok, az velünk történik, és várhatóan velünk fog megtörténni. Ezért azt gondolom, hogy egy picit a képalkotás egy önarc képalkotás is. Erre utal ez az első képnél, hogy megkérdezték, hogy az új CEO-t tettem oda föl. Nem. Na nézzük. Összeszedtem egy viszonylag jól látható szlájdot, ugye ezt az ilyen tréningeken szokták oktatni, hogy milyen szlájdot ne csináljon az előadó. Na én egy ilyet legyártottam a biztonság kedvéért, de segíteni fogok. Gyorsan elmondom, hogy körülbelül miket szedtem össze. Picit hezitáltam és gondolkodtam, hogy milyen tartalommal indítsam az egész képalkotást. És arra jutottam, hogy először a keretet kell az embernek megrajzolni. Úgyhogy egy picit elléptem az informatikától, és azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy mik a nagy globális trendek, amelyekre ma azt mondják, hogy meg fogják határozni a következő 5-10-20 évet. A képet megint tudatosan választottam mellé, mert azt gondolom, hogy az ilyen trendrajzolás az körülbelül az a műfaj, amikor valaki előveszi a varázsgömböt és megpróbálja kiolvasni belőle a jövőt. Tehát ilyen alapon tarokkártyából, meg csontdobásból is próbálhatnánk képet alkotni, de mondjuk azt, hogy a bölcsek, és ez alatt mindenféle jeles amerikai, meg angol, meg a jó Isten tudja milyen kutatók gondolatait szedtem ide össze. 10 fő globális trendet mondanak ők, amelyekre azt állítják, hogy na ez lesz az, amivel a következő 5-10 évben biztosan találkozni fogunk, és befolyásolni fogja az életünket. Az első, azt gondolom, hogy ezzel talán nem lövünk nagyon mellé, ez a social everything, ahogy ők mondják, minden social, a csapból is a social folyik. Azt gondolom, hogy nem tudunk már olyan konferenciára elmenni, vagy olyan anyagot olvasni, amelyben nincs benne az, hogy ha nem vagy a Facebookon és nem futottál legalább egy kampányt a Facebookkal, akkor valójában nem vagy komoly ember. Én nem vagyok a Facebookon, de ettől még komoly embernek tartom magam. Akárhogy is, ez mindenképpen egy elég jelentős áramlás, és azt gondolom, hogy ezzel tényleg komolyan foglalkozni kell. Az, hogy miért, az a következő 3-4 pontból ki fog derülni. A következő, amit úgy hívnak, hogy made with me, shared with me, ez annyit jelent, hogy alakulóban van egy olyan társadalmi réteg, amelynek természetes az, hogy mindenben része van, és mindent meg tud osztani. Azt kell mondjam, hogy már én sem ez a generáció vagyok, de nagyon sok olyan embert ismerek, aki bőven ez a generáció, akik azt mondják, hogy neki igazából tartalom az, amit a Twitteren meg a Facebookon elér, és csak az érdekes, amit utána ő meg tud osztani egy szélesebb közönséggel. Minden más az érdeklődésén kívül esik. És ilyenkor mindig elgondolkodok, amikor megyek be reggelente dolgozni, és látom az óriás plakátokon, hogy az Osan hirdeti a nem tudom, fél kiló darált húst. Mennyire old school ez a megközelítés arra, hogy elérjünk valakit, és hogyha a Facebookon valaki elröpteti azt a hírt, hogy mennyire gagyi ez a reklám, onnantól kezdve szerencsétlen marketingesek nem is tudják azt, hogy tulajdonképpen egy szemmel nem annyira látható kommunikációs csatornán már rég lelőtték az egész kampányukat, és valószínűleg sokkal szélesebb rétegeket értek el a véleményükkel,
mint ők azzal az óriás plakáttal. Ez ugye egy nagyon egyszerű és ilyen pedálos példája volt annak, hogy ez miért lesz jelentős, de ez egyre erősebben és erősebben jön. Mobility in production and consumption. Ez egy nagyon érdekes dolog, az ember, én mikor olvastam, azt gondoltam, már megint a mobiltelefon, a francba már, hogy nem tudnak lesz. Ez nem a mobiltelefonról szól. Nagyon érdekes, azt állítják, hogy egyre nagyobb igény van a világban arra, hogy helyben készüljenek a dolgok, és helyben fogyasztható dolgok készüljenek. És amit itt igazából nagyon erősen kiemelnek, hogy ezt a trendet diktálni fogja, az a 3D-s nyomtatás. Ma ugye ízlelgetjük ezt a témát, itt-ott látjuk, már kinyomtattak pisztolyt, meg a fene tudja micsodát. Ezek azt lehet mondani, hogy az első ilyen, mondjuk az, hogy szánypróbálgatások, de ez a technológia, ez egyértelműen jön, egyértelműen erős lesz. És ha hozzátesszük azt, hogy ez mit jelent majd utána lehetőségekben, akkor azt fogjuk látni, hogy a gyártóiparra ennek elképesztően nagy hatása lesz. Ez mindenképpen egy új vonalat fog megnyitni a világ trendjeiben. Smart Machines and Robots. Igen, én is láttam a Terminátort, én is cüccögök még ezekre a dolgokra. De ugyanakkor azt kell mondjam, hogy amikor egy kicsit megkutattam ezt a történetet, akkor azt találtam, hogy Japánban már bőven divat az, hogy robot recepciós van. Nem láttam még, hogy ez milyen, de biztos érdekes. Ami ettől még életszerűbb, hát idézőjelben, az, hogy most már robot börtönőröket is fejlesztenek, és erre állítólag viszonylag komoly igény van. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez megint csak egy olyan dolog, hogy az első építőköveket itt lerakosgatják szép csendben olyan iparágokban, amelyről az ember inkább nem akar nagyon tudni, de aztán lehet, hogy onnan át fogják emelni más területekre is. Egyértelműen állítják azt, hogy ez egy komoly iparági robbanás lesz. Én egyenlőre egy kézzel fogható példát láttam, amire irigykedve tekintettem. Az egyik ismerősömnek van egy robot fűnyírója. Tényleg jó a történet, hogyha valakinek teljesen négyzet alakú a kertje, és nincs benne semmilyen terepakadály, akkor ez zseniális dolog. New Space Race. Ez egy, azt gondolom, ha valamire igazán érdemes odafigyelni, akkor erre érdemes. Szerintem nem kell nagyon cizellálnom, ugye az 50-es, 60-as, 70-es években a hidegháború által diktált verseny az űrért, mennyi olyan innovációt hozott be a hétköznapi életünkbe, amit a mai napig élvezünk, és nagyon sokszor nem is tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ezt annak köszönhetjük. Az egyik klasszikus az a teflon, amit én tudok, de sok-sok ilyen más van a hétköznapokban. Ha nagyfiúk megint beledurrantanak ebbe a témába, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan várhatjuk majd azt, hogy ha nem is új sütőnk, de valami új innovációs hullám elindul a világban, amelyet alapvetően ebből a forrásból fognak pumpálni tovább. Van egy nagyon rázós, ez a politikai shiftek. Ugye amiről ma nagyon sokat hallunk, az a BRIC, hogy hát a BRIC országok fogják itt igazából a Péter példájával élve hajunknál fogva kihúzni az egész világot az ingoványból. Én egy multinacionális cég alkalmazottja vagyok, vagy hát itt dolgozom már egy diszkrét 14 éve, volt nemzetközi karrierem is, és volt időszak, amikor a BRIC-ből az R betűért feleltem papíron. Hát nem láttam azt, hogy olyan nagyon kirántanának bennünket hajunknál fogva, biztos, hogy őrült nagyok, meg rendkívül dinamikusak, de alapvetően osztom azt a véleményt, amikor azt mondják, hogy ez a BRIC vagy nem, ez egy valós kérdés. Vajon melyek lesznek azok az igazi komoly, mondjuk azt, hogy tudáson alapuló hatalmak, amelyek irányt fognak mutatni a világnak? Business. Itt reggel érintettünk egy nagyon érdekes kérdést. A mondat az úgy hangzik, hogy from profit to purpose. És akkor itt beszélgettünk arról, hogy hát minek van profit.
És ezen így mosolyogtunk itt egyet, hogy hát micsoda hülyeség, már miért ne lenne profit? Hát ugye ez a klasszikus kapitalista szemlélet. Ugyanakkor viszont azt is lehet látni, hogy a világban megjelentek olyan területek, olyan feladatok, amelyeknél nem a profit miatt jött létre egy vállalkozás, hanem a cél miatt. És a profit csak egy, mondjuk azt, hogy eredménye a működésüknek. Hát ezt azért nem sokan merik vállalni így defaultból, hogy én csinálok egy vállalkozást, ahol még egyelőre ködös az, hogy ebből lesz-e profit, vagy nem. De van néhány olyan terület, főleg a nagyobb társadalmi igények által kikényszerített feladatok vagy területek, amelyek viszont így tudnak működni. Klasszikusan egy egészségügy bír lenni egy ilyen terület. Information is power security. Azt gondolom, hogy egy CIO konferencián ez az, amit leginkább nem kell taglalni különösebben. Szerintem mindannyian érezzük ennek a történetnek a súlyát. Lehet ezt cizellálni jobbról balra, balról jobbra, föntről le. Security az egy topik, és egy topik lesz a jövőben is. Minél több adatunk lesz, minél több hozzáférést segítő eszközünk lesz, annál inkább probléma és feladat lesz az, hogy a security-vel foglalkozzunk. És az utolsó az egy ilyen klasszikus, azt lehet mondani, hogy ugye az alcím az volt, hogy trendi trendek, na hát ez tényleg trendi ezzel foglalkozni, az a Financial System Reboot. Nem tudom, hogy ez mit fog jelenteni, de ugye egyre többet hallunk arról okos emberektől, hogy hát a mobil pénztárca megjelenésével, a készpénz nélküli árucserével és egyéb más virtuális tranzakciókkal a pénzintézetek funkciója is shiftelődhet és megváltozhat. Lehet, hogy a fókuszterületük is változni fog a következő 5-10 évben, és a mód, ahogy velünk, vagy egyáltalán az intézményekkel foglalkozni fognak, az is megváltozik. Ezek a globális nagy trendek, amelyekről azt állítják a bölcsek, a kristálygömbüket használva, hogy befolyásolni fogják az életünket. Aztán most akkor lefutjuk a kötelező kört, mert hát azért mégiscsak informatikában vagyunk, hogyha informatikában trendekről beszélünk, akkor ugye azt szokták volt mondani, mikor én kezdtem annak idején a 90-es évek végén, hogy komoly ember meg nem lehet az, aki egy prezentációt megtart, úgyhogy nincs benne egy piramis ábra. Mára ez kikopott, most úgy van ez, hogy komoly ember az meg nem lehet, aki úgy beszél informatikáról, hogy abban nincs benne a social, a mobility, a felhő és a big data. Hát fussuk le ezt a kötelező kort, nézzük meg akkor, hogy mi itt a helyzet. Itt voltak ilyen cégnevek, ezt inkább az illusztráció hiányában elmondom, hogy ugye a 70-es, 80-as évek mainframe időszakáról a Tandem, az IBM, Digital, 90-es évek kliens-szerver, az alapvetően HP, Compaq, Dell, stb. 2000-es évek internet időszaka, az eBay, a Google megjelenése. És a 2010-es időszak az alapvetően ugye a mobile, a social, a big data és a cloud jegyében telik. És ugye a cégek, akikre mindenki figyel, azok már alapvetően a Facebook, a Twitter, a jó ég tudja kicsoda, az Apple, Samsung. Mindenképpen van egy ilyen típusú shift, ezt állíthatom én HP-ként is, hogy igen, ez tényleg így van, és ez tényleg így látható. Mit jelent egyik másik? Mobilitás. Azt állítom nektek, hogy a nagy meccsek itt még hátra vannak. Ugye nagyon sokat beszélt mindenféle ember arról, hogy konvergál ez az iparág, különösen amikor a telekommunikációt és az informatikát emlegetjük egy lapon. Én azt is állítom, hogy azok a dolgok, amelyek most napjainkban történnek, és úgy elolvassuk szalagcímként, de aztán eltesszük oldalra, azok az utolsó nagy lépések ebben a konvergenciában. Mire gondolok? Ugye tisztán látható az, hogy az Access Device oldalon az egy elképesztően erős történet lett, hogy a Access Device gyártó cég a saját operációs rendszerével gyakorlatilag egy teljes vertikumot kezel. Eszköz, operációs rendszer, alkalmazás környezet. Ki kezdte? Apple iOS. Ragyogóan működött.
A Google egy picivel szoftabban jött, ő azt mondta, hogy az enyém az mehet mindenre, de ugye valahol azért a Samsung mégiscsak összefort valahogy az Androiddal. És hát ugye most látjuk a harmadik nagy játékost formálódni, ahol ugye egyértelműen ugye arról van szó, hogy hát megirigyeltük azt, hogy valaki a teljes vertikumot le tudta fedni. Versenyhátrány az, hogyha én nem tudom ezt megtenni, muszáj vagyok egy mobilgyártót venni magamnak. Zsákba macska, kiről van szó? Igen, Microsoft. Microsoft felzárkózott a harmadik helyre, azt gondolom, hogy olyan nagyon sok slot ezen kívül már nem maradt. Ugye még messziről nézegetünk egy BlackBerry-t, hogy hogy fog túlélni. Én mondhatom nektek azt, hogy HP-ként futottunk egy jót ebben a témában a palmunkkal. Nem egy könnyű történet. Szóval aki ebbe belevág, az nagyban játszik, és nagyot kell merítenie az elején. A Microsoft is nagyot merített, azt gondolom, hogy ezzel a mutatvánnyal a 24. órában, de még feltették a kezüket, hogy akarunk ezen a területen komolyan játszani. És akkor ugye jön a további layer, a hozzáférés segítő infrastruktúra. Ugye pont most olvasgattuk azt, hogy a Vodafone ugye a Verizont az Egyesült Államokban eladta. Ugye a nagy kérdés az, hogy nem az, hogy mi fog történni a Verizonnal, a nagy kérdés szerintem az, hogy mit fog csinálni a Vodafone azzal a 130 milliárd dollárral, amit kapott érte. Az azért, hát ahogy pestiesen mondják, nem szotyi, tehát abból azért egészen komoly mutatványokat be lehet mutatni a piacon. Szóval mobilitás, azt gondolom, hogy nagyon komoly mozgások vannak, amik most történnek napjainkban, azok meg fogják határozni azt, hogy ezen a piacon kik fognak nagyon komolyan játszani a jövőben. És azt is el kell mondjam nektek teljesen őszintén, mert hát miért nem mondanám, és nem tudom, hogy a Lenovo-s kollégák mit fognak hozzászólni, de ugye ez egy nagyon komoly nyomás az olyan típusú gyártókra, mint egy HP, egy Dell, egy Lenovo, akik ugye az Access Device oldalon a tradicionális oldalról jönnek. Ugye a kommunikáció az hiányzik, a szoftverkörnyezet hiányzik, és egyértelműen látszik, hogy jön egy olyan vonulat, amely egészen más irányból közelít erre a történetre. Ezért azt mondom nektek, a nagy csaták még hátra vannak, ezt még figyeljétek, hogy mi fog történni a kliens oldalon, mert itt még azért nem dőlt el az, hogy kik lesznek a következő 10 év igazi nagy játékosai. Social. Hát erről már olyan nagyon sokat nem beszélnék. A social gyakorlatilag azért lesz igazán érdekes, mert egy új társadalmi réteget hoz létre, és egy új társadalmi viselkedésformát hoz létre. Ugye a mögöttünk jövő generációk, és azért azt gondolom elég vegyesen vagyunk itt, de azt mindenképpen mondhatom, mondjuk a 10-20 éves generációkról beszélek, és mondjuk az én lányommal, aki 2,5 éves egykorú generációkról, ők már egészen másképp fognak információt megosztani és információt felszedni. Nem feltétlenül az lesz a meghatározó, hogy este megnéztem a híradót, és abból alakítom ki a világképemet. Egész más dolgok alapján fognak világképet alakítani, amire azért nagyon fontos lesz odafigyelni a komoly döntéshozóknak. Big data van, lesz, de mit kezdjünk vele? Ugye ez az örök klasszikus, jó, hogy nagyon sok adatunk van, meg még több lesz, mindenféle projekcióink vannak róla, nekem is volt olyan szlájdom, de nem akartam már elsütni, hogy így fog növekedni az adatoknak a mennyisége. Ez egy őrült nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan versenyképesség szempontjából. Minden cég a saját iparágában elképesztő mennyiségű információt fog tudni felszedni. És ugye a social ez alá oda dolgozik, hiszen azok az individuumok, akik ma a 10-es éveikben vannak, és gyakorlatilag a Facebookon naplózzák az életük minden napját, egy olyan típusú adatbázist készítenek saját magukról, amire azt mondhatjuk, hogy az individuum digitális formában létezik valahol egy szerveren. Mit kezdünk ezzel? Ez egy őrült nagy kérdés lesz. Ugye ma megint csak azt lehet mondani, hogy még csak tapogatjuk ennek a területnek a lehetőségeit, de biztos, hogy ez egy komoly történet lesz. Ha, a kötelező kör.
felhő. Erről egy picit bővebben beszélnék, hogyha megengeditek, nem nagyon sokat. Pár statisztika, ígérem, hogy ezt az elején nem mondtam, nem lesznek olyan szlájdok, amelyekben arról beszélek, hogy a HP szerver a legjobb. Mert hogy ez így. Gondoltam, hogy erről nem kell beszélni. Egy picit a statisztikákat gyűjtöttem össze, és nagyon gyorsan átszaladunk rajta. Ez egy felmérés eredménye, tehát nem mi találtuk ki, hanem alapvetően ti és sok más CIO mondta. A biztonság a megkérdezettek felénél az első számú aggály, hogy miért felhő, vagy miért nem felhő, hova teszem ki az adatomat, és hol tartom az adatomat. A hibrid, mi azt látjuk, hogy gyakorlatilag a felhő oldalon ugye mindenki azon vitatkozott, hogy a public vagy a private felhő lesz igazából az út. Mi azt gondoljuk, hogy nem lesz egy ilyen éles vágás, hibrid világban fogunk élni. Lesznek tradicionális adatközpontok bizonyos funkciókra, lesznek olyan területek, amelyeket public felhőben érdemes megoldani, és igenis lesz hybrid felhő, privát felhője szinte minden jelentős piacon dolgozó vállalkozásnak, egész egyszerűen azért, mert értelme van. Nyílt szabványok, én azt gondolom, hogy talán ti tudjátok a legjobban megmondani azt, hogy nem olyan jó az, hogyha az ember be van nagyon kötve valamilyen sajátos szabvány környezetbe, amiből nem lehet a végén kitörni. Erre utal ugye a következő is, a vendor lock-in. Nyilván nem kell nagyon mondanom azt, hogy van néhány cég, amely kifejezetten esküszik az ipari szabvány megoldásokra, a HP is ilyen, de vannak olyan cégek, amelyek azt mondják, hogy a saját standardjaikat szeretik, és az a tuti. Ez lehet, nagyon sok esetben ez egy hitkérdés a nap végén, mindenki eldöntheti magában, hogy akar-e függeni egy szállítótól, vagy nem. És az ITIL-t látjuk egy nagyon komoly történetnek, azt látjuk, hogy egyre inkább fontos lesz az, hogy hogyan szerveződik a cég ezek mögött az alkalmazás vagy technológiai megoldások mögött. Felhőépítés 7 lépése, ahogy mi látjuk. Pár felhőépítésen túl vagyunk itt Magyarországon is. Azt lehet mondani, hogy volt egy pár igen szép projektünk, amelyeken keresztül mi magunk is láttuk azt, hogy mik a buktatói ennek a történetnek, és mire érdemes odafigyelni. A végeredmény a fókusz. A technológia nem a technológiáért van, azt gondolom, ezt talán nektek nem kell annyira mondani, de nagyon sokszor még beleesünk abba a hibába, hogy azért építünk felhőt, mert jó vele babrálni. Most egy kicsit így idézőjelben nem. Hogyha nem tudjuk az üzleti eredményeket ezzel igazolni, akkor nem érdemes elkezdeni. Haladjunk lépésekben, nem kell egyből egy full rolloutot csinálni, azt gondoljuk, hogy ennek megvan egy normális, természetes evolúciója. Portfólió megközelítést javaslunk, tehát azt nem gondoljuk, hogy úgy érdemes, hogy azt mondjuk, hogy egy folyamatot teszek ki a felhőbe. Ennek olyan nagyon sok értelme nincs, át kell tekinteni a teljes működésünket, és az alapján racionalizálni. Hibrid megvalósításra készüljünk, tehát azt gondoljuk, hogy semmiképp nem érdemes egyik extrémből a másikba menni, nem érdemes kijelenteni azt, hogy én csak public leszek, vagy csak private. Azt gondoljuk, hogy egy mix az, ami az egészséges, tradicionális data center is kell, lesznek olyan dolgok, amiket nem akartok a felhőbe kitenni, még privát oldalon sem, de lesznek olyan dolgok, amiket meg szinte kötelező lesz kitenni ahhoz, hogy versenyképes maradjon a vállalatotok. A saját IT működésünket nyilván le kell képezni erre a cloudra, azt gondolom, itt az ITIL azért nagyon sokat tud segíteni, kerüljük a lock-int. Ugye valamit építünk, ami azért a jövőben mutat, nem baj az, hogyha az elején nem ülünk bele valami olyanba, amiből nem tudunk menekülni, ha kiderül, hogy mégsem azt hozza, amit kell. Dolgozunk hozzáértő partnerrel. Mi csináltunk már felhőt. Van, aki erről beszél. Na most ugye, mit fog ez jelenteni a ti életetekben? Hát azt gondolom, ezt ugye megint ti érzitek, meg ti látjátok a legjobban, de akikkel én beszélek, ők általában azt szokták mondani, hogy eleinte az volt, hogy értsünk hozzá, legyünk szakértők, most ott tartunk, hogy nagyjából tegyünk csodát és repüljünk. Ezért választottam ezt az illusztrációt mellé, hogy egy picit így lefessem a képet, mivel küzd ma egy CIO, ahogy mi látjuk.
innováció fénysebességgel. A cégek magas szintű döntéshozói sok esetben kapkodnak, ugye a nyomás alatt egyre nehezebb jó döntéseket hozni, nagyon sokszor kell iterálni a döntések között, és az informatikát azért borzasztó nehéz így rángatni egyik oldalról a másikra, ma azt mondjuk, hogy ez az irány, holnap meg az az irány. Ehhez adaptálódni, ahhoz kell az, hogy valaki tényleg nagyon innovatív legyen, legyen benne kellő rugalmasság, nyilván nem csak az informatikai vezetőben, de a háttérrendszerekben is, amely kiszolgálja őt. A rizikókezelés és vállalás azt gondolom, hogy ma már gyakorlatilag a mindennapok része. Ugye ott már nem állunk meg, hogy minden lámpa zölden égjen a szerverterembe, és akkor a meló megvolt. Azért ennél sokkal többet kell vállalni egy informatikai vezetőnek. Elsősorban, amikor az üzleti igények oldalára megfogalmazódnak azok az elvárások, hogy mennyi idő alatt kell kimennünk a piacra egy-egy új változással, alkalmazással, ajánlattal az ügyfelek felé, ugye ott azért napok, hetek, stb. Tud dönteni. Én egy érdekes példát tudok nektek hozni, amikor a telkó cégek számára bemutatták ezt a 2 forintos extrát, akkor volt szerencsénk, mert az egyik nagy telkó cégnél az alkalmazás fejlesztés hozzánk van outsourcolva, volt szerencsénk végignézni azt, hogy time to marketben a 3 nagy telkó cég hogy reagál. Büszkén jelenthetem, mi voltunk az elsők, akik megcsináltuk a változást, a másik cég az egy olyan 4 héttel később, és a legnagyobb cég az egy olyan 8 héttel később tudott kijönni ezzel a történettel. Ezen havonta a mi számításaink szerint olyan 0,5 és 1 milliárd forint közötti árbevételt veszítettek azok a cégek. Alacsonyabb költségek, de magasabb szolgáltatási szint, örökzöld. Azt gondolom, hogy ezzel valószínűleg mindannyian küzdök. Capex az egyre kevesebb, Opex is egyre kevesebb, de azért hozzá többet, legyél rugalmas, csinálj csodát, és egyáltalán reformálj meg mindent, amit az üzlet önmagában nem tud megreformálni. Egyszerűbb és emberközelű legyen, mindenki szeretné már érteni, hogy mi van ott lent a gépházban. Úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy egy picit azért új felfogásban kell pozícionálni az iparágat, és én azt is mondanám, hogy van néhány olyan fontos dolog, amit azért érdemes magunk mögött hagyni most már. Az egyik, a mi életünk az nem egy technológiai disputa, és nem is az lesz a jövőben, a jövőn egyre kevésbé. Ez egy tartalmi disputa. Alapvetően azt gondoljuk, és ez lehet, hogy furcsán fog hangozni egy multigyártó cég szájából, vagy annak képviselőinek szájából, de mi úgy látjuk, hogy azért mindenképpen az akár a vállalati, akár az egyedi alkalmazás fejlesztés fénykora jön el. Mindenképpen fontos lesz az, hogy milyen tartalommal töltjük ki azt a technológiai hátteret, amivel bírunk. Új típusú kompetenciák jelennek meg, adatvizualizációs szakértő, nem tudom, hogy kinél van már ilyen. Mi már látunk ilyeneket, ilyen hirdetéseket, feladata az, hogy az elképesztő mennyiségű értelmezhetetlen adatból mutasson valamit, aminek értelme van és használható. Adatfogyasztás mérő és analizáló, felhővilágban azt gondolom, hogy ezt már nem kell nagyon cizellálni. Chief Innovation Officer, erről a zárszóban megemlékezem majd. Kapacitás kereskedő, na ilyen nálunk lesz. A jövőben, sőt már most is van egy ilyen irány, ahol valaki nem eszközökkel kereskedik, hanem alapvetően kapacitással. Még több adat lesz, az információ hatalom, ahogy említettem, oda kell rá figyelnünk, hogy mit kezdünk vele, és ez a ti kezetekben lesz első körben. Új technológiák, korai adaptáció pedig egyértelműen versenyelőnyt jelenthet majd. Visszautalok egy picit a rizikóvállalásra és kezelésre. Aki hamarabb lép, és ahogy az angol vagy francia, vagy mit tudom, micsoda mondja, a disruptive technology-ban egy picit többet vállal, az lehet, hogy olyan versenyelőnyhöz tudja juttatni a saját vállalatát, amelyért később a vállalat vagy az üzlet nagyon hálás lesz, de ez rizikóvállalás. Zárszóként ennyit mondanék. Nagyon sokszor hallom azt, hogy az informatikának az a dolga, hogy kövesse az üzlet igényeit és azt jól kiszolgálja. Én meg azt állítom, hogy egy ilyen időszakban, amilyet most mi élünk, az informatikának igenis dolga az, hogy utat mutasson az üzletnek, megmutassa azt, hogy milyen innovációval és új technológiával
milyen előnyhöz lehet juttatni az üzletet a piacon, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten. Tehát én mindenképpen azt mondanám, a jövő egyik nagy trendje az szerintem az lesz, hogy az informatikai vezető az igenis egy erős, megmondó ember lehet a szervezetben, hiszen ő fogja tudni megmutatni azt, hogy merre érdemes a cégnek indulni, hol vannak azok a kompetitív előnyök, amelyeket a technológiával ki lehet aknázni. Ennyi lett volna a képalkotás, remélem, hogy egy picit sikerült így felrázni a reggelt és egy keretet adni a következő két napnak, amihez jó szórakozást és kellemes konferenciázást kívánok mindannyiótoknak, és hát ezzel vissza is adom a szót a Timának, aki sokkal szebb, mint a Sándor. Remélem, Sándor nem haragszik meg. Köszönöm.